Egykori és mai legendás pécsi labdarúgók és edzők töltötték meg az idősebb Dárdai Pál labdarúgó utánpótlás edzőközpont csarnokát. Az emléknapot a pécsi Dózsa Newcastle United felett aratott győzelmének és kupa továbbjutásának évfordulójára tűzték ki. A pécsi labdarúgás napja egyben az akadémia ünnepélyes átadója is volt. Úgy gondolom, hogy nem kell őt senkinek bemutatni, és nem csak a labdarúgó kedvelőinek, Pali bácsit a pécsieknek. Az, hogy engem egy különösebb viszony fűz hozzá, hogy egy ilyen másodapai szerepet is betöltött az életemben, amikor elvesztettem az édesapámat, az csak a pikantériája, úgyhogy én büszke vagyok, és azt gondolom, hogy méltó ember nevét képviseli. Itt majd az utókornak lesz a feladata az, hogy ezt a nevet méltóan képviseljük, és reméljük, hogy hasonló tudású kis játékosokat, mint akár a Pali bácsi, vagy akár az az egész família, akik kijönnek belőlük, olyan gyerekeket neveljünk itt az akadémián. Az eseményen részt vett ifjabb Dárdai Pál válogatott labdarúgó edző, a magyar labdarúgó válogatott korábbi szövetségi kapitánya is. Azt gondolom, hogy Pécsett nagyon sok olyan személy van, labdarúgó sportoló, ugyanúgy megérdemelte volna, de hogyha egy kicsit kekeckedni szeretnék, akkor talán azért lett ő a akadémia névadója, mert ő nem ment el soha Pécsről. És Baranyában rengeteg olyan futballistából, aki már el volt felejtve, megint futballistát csinált, mert rengeteg csapatnál dolgozott, olyanokat, akik később talán magyar bajnokok lettek, válogatottak, és tehát a megyébe, mert ez nem csak a PMFC-jé, de ugye akár a Siklós, a Harkányi kisgyerek, ha beintegrálják, mert ügyes, itt fog edzeni. Tehát ez egy nagyon komoly motiváció, és én azt gondolom, hogy ezt a soha nem adom föl ezt az erőt, ha valaki képviseli, és a városát és a megyét imádta, az apu volt, és így én azt gondolom, hogy teljesen rendben van, megérdemelte ő is. Én azt gondolom, hogy azok is, akik ide fognak járni, hogy egy ilyen névvel büszkélkedhessenek, és mi is, mint a család, ugye, nagyon örülünk. Az akadémiát Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár adta át a labdarúgóknak. Én azt gondolom, hogy az utánpótlásban is kiemelt jelentősége van annak, hogy a gyerekek kultúrát körülmények között tudjanak napi szinten edzéseken részt venni, és ezzel is azt gondolom, hogy azt segítjük elő, hogy a gyerekek minél inkább hülyek legyenek a sporthoz, és hülyek legyenek ahhoz, hogy folyamatos testedzésben részesülhessenek. Fiatal koromban édesapám hozott el kétszer labdarúgó mérkőzésre ide. Az egyik alkalommal meg is kergettek minket, ez emlékezetes mindenképpen számomra. Az ünnepségen beszédet mondott Hoppál Péter országgyűlési képviselő, kultúráért felelős államtitkár is, aki sokat tett az akadémia létrejötte érdekében. Sem Pécsett, sem Budapesten, sem Magyarországon 10 évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy ilyen fantasztikus fejlődésnek fog indulni a magyar sport. A magyar sport infrastruktúrája, az utánpótlás képzés, és azt hiszem, hogy helye van, nagyon fontos helye van Pécsnek, mert hogy nagyon komoly örökséget hordozunk. Én magam, aki nem a sportvilágából érkeztem, de mégiscsak a valóban a mindennapjaink része volt az, hogy a csapat mögött ott áll az egész város, és amikor egy ikonra figyelünk, mint a tényleg a dárdaiak, Palcsi és az édesapja, Pali bácsi olyan sokat adtak a pécsiség öntudatának, meg a büszkeség érzésének, hogy igen, rájuk figyelve, rájuk tekintve, valóban a kormánynak nagy köszönettel tartozunk, hogy ez az utánpótlás képző akadémia, ez a központ megépülhetett. Azért fontos, mert az jövőt szolgálja. Tehát nagy értékek hordozói lehetünk Pécsett, de hogyha nem vesszük fel a versenyt, hogy a 21. század minőségével tudnak a mai fiatalok felkészülni a sport legmagasabb lépcsőfokaihoz való hozzájutáshoz, akkor nem fogunk a versenyben elől végezni, hanem lemaradunk. Ezért most az esélyt kaptuk meg Pécs arra, ezzel a csodálatos központtal, hogy majd a jövőben az eddigi eredményekre is építve még magasabb lépcsőfokokra léphessünk. A rendezvényen a klub korábbi válogatott labdarúgói is részt vettek, akik közül többen nem szakadtak el kedvenc sportáguktól, sőt 2019-ben megalakították a PMSC Öregfiúk Egyesületet a pécsi labdarúgás népszerűsítése, hírnevének öregbítése céljából. Ugye a pandémia előtt már voltunk egy pár ilyen rendezvényen, nagyon jól éreztük mindig magunkat, és van egy olyan érzés az embernek, hogy emlékeznek rá, és elismerik, megbecsülik. Minden évben van 3-4 nagyobb rendezvényünk, az idén is lesz még, lesz egy szponzori estünk, és lesz egy öregfiúk teremtornád, amit decemberben fogunk tartani a Városi Sportcsarnokban. Az eseményen adták át az idei életműdíjat is, amit ifjabb Dárdai Pál vehetett át.
Itt nőttem föl, én mindig is a stadionban szerettem volna játszani, ugye a Kadzusz Bélától a Rocsóig, a Mészáros Feriig, rengeteg futballistát láttam, és ugye velem foglalkoztak a sérült játékosok. Én itt nőttem föl, hogy itt lett volna egyszer egy nagy stadion, meg pénz, hogy ezt be kell vallani, lehet, hogy kise teszem a lámat a Pécs táblától. Biztos, hogy akkor kicsit butább maradtam volna, mert az ember, ahogy járja a világot, nyílik az agya, nagyon sok mindent tapasztal, nem panaszkodom, tehát az életem, a sorsom, ahogy alakult. Én szeretek ide hazajönni, ez most jó, ugye a Kulcsáráti révén én már voltam többször ebben a létesítményben, az elején is megnéztem, amikor kezdték építeni, de most, hogy ez a csarnok így kiértett, így majdnem teljes, egy-két pályát, amik hozzá tudnak dobni, akkor meg vagyunk. A hivatalos átadó után a gyerekeké volt a pálya. A PMFC U9-es fiú- és lánylabdarúgói tartottak bemutatót.